Miskolcot választotta a Lufthansa Technik. A globális vállalat repülőgép alkatrész szervizbázisát hozza létre a mechatronikai ipari parkban. Miskolc már a megkerülhetetlen regionális központtá vált, amely képes világszínvonalat kínálni, mondta Miskolc polgármestere a bejelentésen. A 43 milliárd forintos beruházás, amely 400 új munkahelyet teremt, 2022-re készül el, de a szakemberek képzését már idén megkezdik. Karbantartás, innovatív gyártás, digitális flotta támogatás. A német Lufthansa Technik 1994 óta 35 leányvállalattal működik, Budapesten 2000 óta vannak jelen. Következő hajtómű szervizbázisukat Miskolcon hozzák létre. Egy globális versenyben döntöttek Miskolc mellett. A versenyképes és támogató környezet, valamint a jól képzett munkaerő is vonzotta a német leányvállalatot. Mivel a mi ágazatunk rendkívül technológiai fókuszú, nagyon komoly követelmények érvényesülnek, emiatt magasan képzett munkavállalókra van szükségünk. A beruházás ezért nem csak az épületekre és eszközökre fókuszál. A legfontosabb dolog, amiben investálunk, a leendő munkavállalóink képzése, emelte ki a cégvezető. A vállalat mintegy 20 ezer négyzetméteren a mechatronikai ipari parkban kezdi meg 3 milliárd eurós, azaz csaknem 43 milliárd forintos beruházását. A rendszerváltozás óta a Lufthansa Technik gyárépítése lesz az eddigi legnagyobb ipari beruházás városunkban. Elismerése ez a gazdaságfejlesztő munkának is, amit a kormány és a városvezetés közösen végzett az elmúlt 8 évben. Kriza Ákos szerint Miskolc megkerülhetetlen regionális központtá vált, mely képes világszínvonalat nyújtani. Ez a mai bejelentés újabb jele, bizonyítéka annak, hogy Miskolcra érdemes odafigyelni. Miskolc ugyanis jól sáfárkodott értékeivel. A rendszerváltozás veszteseiből az elmúlt években az óriás beruházások győztesei lettünk. A magyar nemzetgazdaság főképp az itt élő emberek számára lesz fontos a beruházás, emelte ki Csöbör Katalin. Ez egy nagyon nagy beruházás, ilyen 40 milliárd forint körüli, és 400 családnak biztosítanak majd megélhetést, azaz 400 munkahelyet biztosítanak majd nekünk. Ez a döntés is világosan mutatja, hogy a beruházás ösztönzésbe fektetett energia mindig megtérül. A Lufthansa fejlesztése új minőséget jelent a magyar repülőgépiparban és Miskolc gazdasági életében is, mondta Szijjártó Péter. 2018-ban a magyar repülőgép gyártó ipar megkétszerezte a teljesítményét, 105 milliárd forintot ért el a tavalyi esztendő végére. Tette ezt úgy, hogy 2350 embernek ad munkát még csak ez az ágazat. Ugyanakkor az itt termelt, előállított 105 milliárd forintnyi termelési értéknek a 93,5%-a az külföldön, exportpiacokon talált vevőre. Az építkezés jövőre indul a mechatronikai ipari parkban, de a leendő munkavállalók külföldi képzése már idén megkezdődik. A Lufthansa Technik új üzeme 2022-re készül el.